Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Lenovo IdeaPad Flex 15-ös notebook tabletet láthatjátok, ami igazából a Yoga széria egy picit olcsóbb verziója. A készülék 15,6-szoros kijelzőt kapott, ami mindösszesen 1360x768 pixel, ami mondjuk annyira nem néz ki jól. Ez látszik is a képen, elég szemcsés, pixeles ezen a képátlon sokszor a kijelző. Viszonylag vékony kereten felül van előlapi kameránk, illetve mikrofonunk. Alul természetesen van Windows gombunk, illetve hogyha ránézünk a gép aljára, ez egy nem tűnik annyira rossz felhasználású, rossz anyag készüléknek. Alumínium borításunk van itt végig körbe, kicsit szögletes vonalvezetéssel. Egészen nagy méretű touchpadünk van, ami kapott két egérgombot beépítve az érintőfelületbe, valamint numerikus paddal is rendelkező sima IdeaPad billentyűzetünk van. Oldalról megnézve a gépet nem annyira vastag, itt a töltőcsatlakozónk van, nagyobb méretű hűtőnyílásunk, RJ45-ünk, HDMI-nk, valamint USB 3.0-ánk. Másik oldalon pedig van egy hangerőszabályzó gombunk, egy headset csatlakozónk, itt található az SD kártyaolvasó, kettő darab USB 2.0, egy recovery gomb, valamint egy bekapcsoló gomb. A gép alját, hogyha megnézzük, látható, hogy nagyon port nincs, amin keresztül szerelni lehet, tehát nem nagyon fogunk tudni bővíteni benne merevlemezt memóriát. Azonban az akkumulátor cserélhető, ami abszolút pozitívum. Maga a fedlap az műanyag. Itt látszik, hogy teljes egészében mat, ahogy megszokhattuk azt már a Lenovo-tól. Illetve amit itt láttok, a kijelző szépen hátrahajtható, úgyhogy a billentyűzetet letesszük. Ezáltal egy asztali dockboardban lehet használni ezt, vagy akár át is fordíthatjuk, és így is tud működni. Elvileg át kéne fordulnia, hát pillanatnyilag nem akar valószínűleg, azért, mert még ez egy fejlesztői verzió, de talán majd, mire boltba kerül, addigra átfordul. Ez volt tehát a Lenovo IdeaPad Flex 15 notebook. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!